Ismerik egymást, és találkoztak is Vizovicski Lászlóval, ismerte el Híradón kérdésére Kubatov Gábor, azután, hogy a Jobbikhoz köthető N1 TV nyilvánosságra hozott egy levelet, amelyet az egykori diszkópápa írt a Fidesz akkori pártigazgatójának. Vizovicski a levélben azt kérte Kubatovtól, hogy a kampányban nyújtott támogatásért és fideszes politikusokat nem érintő bűnügyi információkért cserébe szabadlábon védekezhessen. Az ügyészség szóvivője elismerte Híradónak, az N1 TV által leközölt dokumentumok náluk keletkeztek. Az Alfa Hír a Jobbikhoz közeli N1 TV-re hivatkozva Kubatovnak könyörgött szabadulásért Vizovicski címmel hozott írást. A korábbi választási kampányban nyújtott támogatásért és fideszes politikusokat nem érintő bűnügyi információkért cserébe kért szabadulást Kubatov Gábortól Vizovicski László szól a bevezető. A portál azt közli, 2013. februárjában tartott házkutatást Vizovicski László második kerületi otthonában az ügyészség. Az akció napján készült jegyzőkönyvből kiderül, hogy többek közt 75 ezer euró készpénzt, telefonokat és rengeteg dokumentumot is lefoglaltak. A 42-es tételről csak annyit állapítottak meg a nyomozók, hogy Gábornak szól, és hogy VL, vagyis Vizovicski László aláírás látható rajta. A kampányban nyújtott támogatásért reformterv és fideszes politikusokat nem érintő bűnügyi információkért cserébe KG nyújtson segítséget abban, hogy Vizovicski László szabadlábon védekezhessen. Az ügyészség azonban valamiért annyira nem tartotta fontosnak a levelet, hogy az be sem került a bíróságra benyújtott anyagok közé, írja a portál. Vizovicski Lászlót nem sokkal a levél lefoglalása után 2013. május 30-án kiengedték a börtönből, házi őrizetbe került, jegyzi meg a portál. Három részes cikksorozatot közölt Vizovickiről és ügyéről a 444.hu. Az újságíró nem lepődött meg az újabb információn, mondta Híradónknak. Sarkadi Zsolt elmondta, 2012-ben volt először házkutatás Vizovickinél, aki egy nagy családi házban élt a második kerületben, az óriási telken több ingatlan van, az egyikben az anyósa és élettársa élt akkor. Az már akkor történt, amikor az anyósnál tartottak házkutatást, ami ugye már csak a ház megosztása miatt is ugyanazt az ingatlant jelenti. Nem ismerjük ezt a levelet, de a leírásából, amit az ügyészség berakott ebbe a dokumentációba, azt lehet sejteni, hogy a Vizovicski nagyjából ugyanazt írta le, amit az ügyészségnek tett 2013-as tavaszi és nyári alkuajánlatában. Hogyha Vizovicski adott is át az ügyészségnek információt, baloldali politikusról, a kompromitáló információt, akkor is azt látjuk, hogy azóta nem indult eljárás olyan baloldali politikus ellen, akire illik a Vizovicski által adott leírás. Elértük Vizovicski László ügyvédjét, Szabó Zsolt azonban még nem beszélt Védencével, csak ennyit tudott mondani. Egyelőre most azt beszéltük meg vele, illetve az volt a kifejezett kérése, hogy amíg nem egyeztetünk, addig ne tegyek nyilatkozatot, úgyhogy egyelőre most sajnos nem tudok ebben a körben nyilatkozni, sem a házőrizet, sem itt az időközben felreppent egyéb dolgok kapcsán. Én nem szeretek elbújni a kérdések elől, tehát szívesen válaszolok. Így kezdte Kubatov Gábor a Fradi BL selejtezős kieséséről tartott tájékoztatót, ám az újságírókat más is érdekelte, például a Vizovicski levél. Kérem, hogy olvassa meg az MTI közleményt, és akkor ott el tud olvasni benne mindent, és mindent ki tud belőle következtetni. Ezt kérem, higgyel nekem. Elhittük, de a közleményből nem derült ki. A politikus és a diszkópápa ismerik-e egymást? Ezért újra feltettük a kérdést Kubatov Gábornak. Ismerték-e egymást Vizovicski Lászlóval, és találkoztak-e? Persze. Személyesen? Persze. A Fradi elnöke néhány másodperccel később még annyit hozzátett. Bocsánat, politikus vagyok. Az a dolgom, hogy találkozzak emberekkel, vele is találkoztam. Az ügyészség szóvivője elismerte Híradónknak, az N1 TV által leközölt dokumentumok náluk keletkeztek, és a V. László elleni büntető ügyben. Házkutatások során valóban talált és lefoglalt egy 3-10 oldalig terjedő levélrészletet. Ezt az iratot a nyomozás során végig bűnjelként kezeltük, ami azt jelenti, hogy az ügyészség bűnjelcímkével látja el, és egy bűnjelkamrában helyezi el. A levél nem képezi ezért a nyomozati iratoknak a részét, hanem a bűnjelek között szerepel, és a vádemeléskor a többi bűnjellel együtt lett megküldve a fővárosi törvényszék részére. Kubatov Gábor az MTI-nek azt írta, nincs rejtegetni valója, ezért a levelet 24 órán belül átadta a nyomozóknak. Egyben a Jobbik lakály médiájának nevezte az N1 TV-t. Valóban a Fidesz kampányát, ha támogatta, mivel támogatta,
pénzzel támogatta, vagy egyéb szívességekkel támogatta. Ezeket szeretné tudni a Jobbik. Kubatov Gábornak szerintük ezekre kellene válaszolnia. Ameddig a levelet az ügyészség tulajdonképpen eldugni látszik, tehát hogy nem nagyon próbál róla tudomást venni, nyilvánvalóan azt a gyanút erősíti, hogy ebben a levélben érdekes információk lehetnek, és nehezen cáfolható információk lehetnek. Ezt válaszolta Staub Gábor a híradónak arra, miért most jöhetett ki az N1 TV ezzel a levéllel, mikor Vizovicki László jogerősen házi őrizetbe mehet óvadék fejében.